Jó estét kívánok! Önök a közügyet látják. Arat az aszály, veszélyben a termés, több tízezer hektárnyi termőföld lett használhatatlan, nagy bajban a mezőgazdaság. Ehhez hasonló címekkel számolnak be a különböző hírportálok az aszályról, mely már hosszú hetek óta sújtja Magyarországot. Mekkora a baj, milyen helyzetben vannak a Hajdú-Bihar vármegyei gazdák, van-e megoldás? Mindezekről beszélgetünk a mai adásban Szólád Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye nyilván a sajtó szeret túlozni, meg ezt már megszoktuk, hogy hangzatos címeket adnak, de ahogy én itt legalábbis próbáltam utána járni ezeknek a dolgoknak, itt valóban baj van most. Tehát az aszály ez egy olyan tényező, ami már nem először, ugye itt rövid időn belül komolyan sújtja a mezőgazdaságot. Mekkora a baj? Ez így van, bár ez egyáltalán nem meglepő. Én azt gondolom, hogyha valaki egy picit ismeri a környezetüknek az állapotát, akkor ez teljesen automatikusan várható. Sőt, azt tudom mondani, hogy igazából a március-április időszakban is már egy aszályos időszaka volt ennek a térségnek. Aztán jött egy májusi-júniusi olyan csapadék hullám, ami jelentős mértékben ezt mérsékelte, sőt, kifejezetten szép termés kilátások voltak. Nagyon elégedett gazdákkal tudtam beszélni, amikor szemrevételeztük a területeket. Azokat a jégesőket kivéve kifejezetten szép táblák voltak. És az a két-három hét, ami most mögöttünk van, az a iszonyatos UV-sugárzással, nagyon magas középhőmérséklettel, azzal a légköri asszállyal, viszont legfőképpen a gyengébb termőhelyi adottságú területeken már jelentős károkat okoz. Vannak olyan területei a megyének, ahol nagyjából másfél hónapja nem esett érdemleges csapadék, ott már, ahol nincs öntözés, ott konkrétan felsültek a kukoricák, és ott már, nem mondom, hogy napokban elkezdődik a betakarítás, de augusztus második felében már akár be is lehet takarítani azt a jelentősen csökkent termést, ami várható. Elsősorban a kukoricát sújtja, itt most ha maradunk egyelőre a vármegyénél? A kukoricánál is inkább a később vetéseket, amelyek korai vetések voltak, azok aránylag jó állapotban vannak. Ugye itt mindig kivétel a öntözött terület, az öntözött területeken, és ez mutatja egyébként az irányt is, hogy hova kellene mozdulni akár. Másrésztől nyilván ez látszik a napraforgón is, a napraforgó táblák kifejezetten szépek voltak, de most, ahol ugyanez igaz, ahol kicsit rosszabb a termőhelyi adottság, az már most látszani fog a termés mennyiségén is. Nem telítődik úgy ki a szem, és gyakorlatilag nyilván ez jelentős terméscsökkenést fog okozni. De szerintem minden kultúrában, ami most kint van, valamiféle stressz helyzet van, legyen ez gyümölcs, gyümölcsök megégnek, ahol nincs háló, ami árnyékolná őket. Fűszer, paprika, hagyma, gyakorlatilag ezeknél a növényeknél mindegyiknél arra lehet számítani, hogy valamilyen mértékben csökkenni fog a termésnek a mennyisége és akár a minősége is. Ez egy szakkifejezés, ez a stressz helyzet. Ez mit jelent egyébként, hogyha meg akarjuk magyarázni, mi történik ilyenkor a növényekkel? Nagyon egyszerű, gondoljunk önmagunkra, amikor ki kell menni mondjuk 40 fokba, és ebben, amit az idén szerintem különösképpen érezhettünk, hogy kimész, és azt érzed, hogy nem tudsz kinn lenni a akkora sugárzási érték. Hát nyilván egész nap ott kinn lenni az adott termőhelyen, ezek a növények azért ehhez nincsenek hozzászokva, és ez egy jelentős stresszt okoz. És ilyenkor valamilyen formában megpróbál túlélni. Talán leglátványosabbak a kukoricák, amikor elkezdenek ez a szakkifejező, hogy furuljázni, a levele összesodródik. Nyilván ő próbálja a pároloktatási felületét csökkenteni ahhoz, hogy valahogy túléljen. És ugye nyilván a növények arra vannak kódolva, hogy a termést próbálják meg ilyenkor menteni. Minden, ami tápanyag még rendelkezésre áll, azt a termésbe próbálja belepréselni, de nyilván ez már ilyenkor csak kényszerérés lehet, vagy valamilyen formában megviseli a növényt. Itt a gyümölcsösöknél miről beszélünk, ugye? Mert arról is írtak például, hogy a málnáról lassan le kell mondani, mert nem lesz alkalmas Magyarország klímája arra, hogy málnát termesszen. De itt az almás kertek gazdái is panaszkodnak, hogy nem tud megnőni az alma, mert túlél, ahogy ön is fogalmazott. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem csak kevés lesz a termés, hanem minőségre is gyengébb ennek köszönhetően? Hát ez egy nagyon komplex probléma, és ugye, hogyha az idejévet nézzük, a mezőgazdaság egyébként azért csodálatos, mert minden év más, és minden tényező változásával ezer kombinációt lehet kitalálni, vagy megmagyarázni.
Például itt a gyümölcsösök esetében ugye az idei tavaszban elég komoly fagykárok is voltak, és ráadásul nyilvánvalóan az a fajta a hőhullám, ami most végig söpört a megyén, az alapvetően ezt a stressz helyzetet kialakította. De összességében azt gondolom, hogy ahol öntözés rendelkezésre áll, és mondjuk akár modern fajták és modern technológiák használatával magasabb szinten gazdálkodnak a gazdatársak, ott ezeket a károkat azért jelentős mértékben lehet csökkenteni. Másik része, én azt gondolom, hogy hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor valóban fölmerül a kérdés, hogy alkalmazkodnunk kell az egészen nyilvánvalóan kimutatható klímaváltozáshoz. Másrésztől pedig ugye mi egy medence jellegű ország vagyunk, és a Kárpát-medence az egy kifejezetten vízbőséggel rendelkező termőterület volt egészen a 19. század második feléig. Akkor elindult egy nagy vízszabályozási folyamat, aminek a lényeg az volt, hogy elkezdtük kiszárítani a medencét, hogy minél több termő helyet kapjunk, és hogy minél magasabb szinten tudjunk termelni. Ez most már lassan 150 éve folyik, vagy még talán több, és én azt gondolom, hogy kijelenthetjük azt, hogy most már egy kicsit túltoltuk ezt a szekeret. Tényleg érdemben arra kellene most már felfigyelni, hogy belvizekre szinte minimális kilátásaink vannak, de a teljes vízügyi rendszer arra van képítve, hogy minél gyorsabban elvezetni a vizet a területről. Én azt gondolom, hogy egy alapvető paradigmaváltásra van szükség. Minél több vizet meg kell őriznünk a területen, egyrészt legfőképpen a talajba, de egyébként minden létező módon, és ezeket a vizeket be kell tárolni, és akkor, amikor erre szükség van, akkor ha lehet, azt vissza kell juttatni a termőhelyekre, illetve a légköri asszály megakadályozása lenne egy nagyon fontos történet, mert ez egy olyan gyilkos, ami nem látványos, de egyébként valóban ezekben az időszakokban hatalmas károkat okoz. Az a kár, ami most várható, az ilyen 100 milliárdos nagyságrendeket fog magában hordozni. Itt volt a 2022-es aszályos év, az egy rendkívüli stressz volt egyébként a teljes magyar gazdatársadalomnak, legfőképpen az Alföldet érintette. Szerintem az idei év ez nem fogja ezt a szintet elérni, de egyébként érdekes, ha most itt lenne nálunk egy aszálytérkép, az most egy teljesen új képet mutat. A Duna mentén, egészen délről fölfele szűkülő módon, teljesen vörös és bordó az egész Alföld, meg a Duna medencéje, de a többi helyen se sokkal jobb a helyzet, de az látszik, hogy ez egy folyamat. Ez nem egy kiugró, mondjuk a 10 évente vagy 20 évente megjelenő kiugró esemény. Arra kell felkészülnünk, hogy ez egyre sűrűbben elő fog fordulni, és ennek nincs más megoldása. Fajtákat kell találnunk, fajtákat kell váltani, lehet, hogy technológiákat is váltanunk kell, nekünk is alkalmazkodnunk kell, és szerintem mindent el kell követni ahhoz, hogy azokban az időszakokban, amikor egyébként rendelkezésre áll víztöblet, hiszen ez is főleg a téli időszakokban jellemző, akkor minél több vizet itt kell tudnunk tartanunk a környezetünkben. Környező országok mindezt teszik már régen. Mi egy picit belekényelmesedtünk abba a gondolatba, hogy egyébként rendkívül nagy vízbőség van nálunk. Ez már sajnos nem igaz, vagy csak bizonyos időszakokra igaz, és rövid időn belül előfordulhat az, hogy mondjuk jelentős víztöblet van egy területen, majd eltelik pár hét, és már vagy akár öntözni kellene, mert asszály jelenségek vannak. Ugye most már a megoldásról beszélgetünk, itt elsősorban az öntözés kiépítéséről. Nyilván ez nagyon nem egyszerű, hiszen a gazdáktól nem lehet elvárni, hogy ilyen szinten beruházzanak. Legalábbis én úgy gondolom laikus fejjel, hogy valamilyen szinten állami segítséggel lehetne ezt megoldani. Vagy hogy lehet ezt kivitelezni egyáltalán, hogy megtartsuk itt a vizet, és tényleg lehetővé tegyük, hogy minél nagyobb területen öntözhető legyen majd. Ez nem jelent feltétlenül csak öntözést. Ma a területeink 1-2%-át öntözzük. Amikor álmodunk, akkor 10%-ról álmodunk Magyarországon, de az álom kategória hatalmas állami nagy közműfejlesztésekre lenne szükség, hogy ez megvalósuljon. Szerintem ebben az irányba kell is haladnunk, hiszen korábban a termésnek a minősége, most már szerintem egyáltalán a termésnek a biztonsága is indokolja, hogy öntözzünk. Másrésztől alapvetően azokat a nagy vízügyi infrastruktúrákat kellene rendbe tenni, ez több 10 000 kilométernyi csatorna hálózat, ami egyébként alapvetően alkalmas lenne arra, hogy,
hogy befogadja ezeket a többletvizeket. Az Agrárgazdasági Kamara becslése szerint, hogy ezt sikerülne megoldani teljesen országos szinten, akkor ez nagyjából 1 millió hektárnak a valamilyen formában a víz rendezését lehetővé tenni, gyakorlatilag nem alakulnának ki ezek a légköri asszály jelenségek, vagy éppen a beszivárgások és a egyéb jelenségek okán ennyi területen lenne jobb a vízellátottsága a területeknek. És még egy dologról kell beszélni, amit azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz téma ma Magyarországon. Igazából van egy nagyon erős környezetvédelmi lobby, ami mindent elkövet azért, hogy ezeket a víztesteket, főleg a nagy folyóinkat ne lehessen szabályozni. Én azt gondolom, én azok közé tartozok, akik azt gondolják, hogy ezt a paradigmát föl kell oldani. Igenis hozzá kell nyúlni a folyóknak a vízszintjéhez. A Tiszán annak idején terveztek egy harmadik vízlépcső Csongrád környékén, szerintem ezt meg kell építeni. Az látszik, hogy a Tisza és a Duna is, az főleg a aszályos időszakban szívja le a talajvizeket és viszi ki az országból, ami tovább rontja azt az állapotot, amiben vagyunk. És amíg ezt a helyzetet nem változtatjuk meg, és nem tudjuk visszatartani akár ezekben a folyókban is, vagy nem tudjuk duzzasztani, és nem tudunk magasabb vízszinteket tartani, addig ez a helyzet nem fog alapvetően megváltozni. Alapvetően ez egy emberi beavatkozásnak az eredménye, ami most kialakult itt a Kárpát-medencében, és ezt nem tudjuk elkerülni, nekünk kell újra beavatkozni ahhoz, hogy ez a helyzet változzon, és pozitív irányba változzon. Ugye, amiről beszél, hogy első szinten a csatornákat kellene újra rendbe tenni, ez mekkora lépték? Tehát mondjuk nem tudom én, mennyire van erre már szándék, mennyire van erre már javaslat, vagy hol tart az a folyamat, ezt meg lehet-e mondjuk záros határidőn belül tenni? Az Agrárgazdasági Kamarának és a Magosznak egyértelműen ez a javaslata, hogy ezt meg kell tenni. Ez 100 milliárdos nagyságrendű beavatkozás kellene, hogy legyen, és ezt nem fogják tudni a gazdák nálam megtenni, ezeknek állami beruházásoknak kell lenni, de nem nagyon van más megoldás. Az, amit veszítünk mondjuk az idejében, vagy mondjuk az, hogy amit veszítettünk termésben 2022-ben, annak az értéke az elég lenne egyébként egy évnyi értéke ahhoz, hogy rendbe tegyük alapvetően ezt a vízügyi infrastruktúrát. Hozzáteszem, hogy a vízügyi ágazatnak a szétaprózottsága is rendkívül magas, és azt gondolom, hogy itt is érdemes lenne egy olyan átgondolás, ami ennek a hatékonyságát is. Még egyszer, az alapvető paradigmaváltás lehetővé tenni. Ez a rendszer úgy van kialakítva, hogy 150 éve, vagy amióta van ez a vízügyi igazgatási rendszer, az a többletvizeknek az elvezetését próbálja minél gyorsabban megvalósítani, csak rá kell jönni, hogy ez a feladat lassan megszűnőben van, és valóban tényleg arra kell törekednünk, hogy ezeket a vizeket ne kivezessük az országból, hanem megtartsuk. Feladat van, csak teljesen újszerű gondolkodás szükséges hozzá. Ugye az a kérdés, hogy a Magosznak és az Agrárkamarának van-e kellő lobby ereje ahhoz, hogy ezt átvigye, és mondjuk valóban állami szinten megvalósuljanak ezek a beruházások. Itt első körben a csatorna rendezésről beszélünk. Ezen dolgozunk hosszú ideje, próbáljuk ezt elfogadtatni a döntéshozókkal. Én nagyon bízom benne, hogy lesz ennek foganatja. Nincs más megoldás. Én nem látok más. Nagyon sokat beszélgetünk erről szakemberekkel, környezetvédelmi szakemberekkel is. Itt vannak olyan komoly ellentmondások közöttünk, amit jelen pillanatban nem tudunk föloldani, de szerintem, hogyha elfogadjuk azt, hogy a közös érdekünk az, hogy ez egy hosszú távon élhető környezet legyen körülöttünk, az víz nélkül elképzelhetetlen. Én nem láttam még olyan halat, ami víz nélkül képes élni, és olyan kétéltőeket sem. Nyilvánvalóan ebből következik, hogy a jelen pillanatban a legszűkebb keresztmetszet az a víz a termelésünkben, az a mi ágazatunkban is, de ez így van szerintem a környezet szempontjából is. Mondanék egy fantasztikus példát, amiről kevés szó esik. Gyakorlatilag a Tiszató, az a második vízlépcsőnek, a Kiskörei vízlépcsőnek a megépítése tette lehetővé. Az egy nagyon komoly emberi beavatkozás a Tiszának az életében, és ha valaki ma elmegy ebbe a környezetbe, az arról tud beszámolni, hogy ez egy ökológiai robbanás ott, ami történt. Annyi madarat és annyi dolgot lehet ott látni, ami egyébként, ha nem történt volna meg ez a beavatkozások, az nem lenne ott. Ebből következik, hogy lehet jó példákat mondani, és én azt gondolom, hogy gyökeresen vagy gölcsösen ragaszkodni valamihez, amiben ilyen hitvitákat folytatunk, azt hosszú távon nem lehet folytatni, mert közben
elveszítjük az Alföldet, elveszítjük a Kárpát-medencének a közepét, és gyakorlatilag nem arról kell beszélni, hogy mit fogunk termelni, hogy egyáltalán lehet-e még termelni, vagy azok a feltételek, vagy az az életforma, amit mi megszoktunk, vagy amit mi magunkénak vallunk, az fenntartható egy olyan környezetben, amikor lassan félsivatagos állapotokról beszélünk. Ugye az egyik dolog a vízrendezés, a másik, amit ön is megemlített, hogy alkalmazkodni kell a megváltozott éghajlathoz. Itt most ugye már írnak olyanokat, ami engem nyilván megdöbbentett laikusként, hogy alma helyett narancsot kell majd termelni előbb-utóbb Magyarországon, sőt Zalában már kivit termelnek is, megjelentek az olajfák, de emlegetnek itt datóját is, hogy 5-10 év múlva akár arra is alkalmas lehet a magyar klíma. Ez mennyire van ennek realitása, mennyire lehet ez cél, vagy mondjuk másodlagos amellett, hogy nyilván valahogy meg kellene oldani a vízellátást? Ez egy kicsit pótcselekvés szerintem, de nyilván nem akarom ezt elviccelni, ezt a témát. Mindig keresni kell azokat az alternatív megoldásokat, amelyek teret nyitnak esetleg olyan réspiacoknak, ami mondjuk Magyarországon eddig nem volt. A kivi tipikusan egy olyan növény, amit egyébként Magyarországon egyébként lehet termeszteni, de nem elterjedt. De az, hogy mondjuk fagyot nem tűrő növényeket kezdünk el termelni, az azért veszélyes, mert az, hogy most egy évig, vagy két évig, vagy három évig nem lesz jelentős fagy, de ennek semmi garanciát nem lehet arra vállalni, hogy mondjuk a negyedik évben meg lesz mínusz 25 fok. Itt igazából a klímaváltozásnak az egyik sajátossága, hogy nagyjából mondjuk, hogy csapadékot nézzük, nem esik kevesebb csapadék, nagyjából ugyanaz a csapadék mennyiség lehúlik, csak nem abban az eloszlásban, ahogy hozzá vagyunk szokva, nincs téli hó. Ugye a téli hó az, ami alapvetően lehetővé tette azt, hogy a hóban felgyülemlett csapadék, az szép lassan beszivárogjon a talajba, és visszatöltse a talajnak a vízkészletét. Ugye mivel nincsenek most ezek a hidegebb telek nagy hóval, leesnek jelentős mennyiségű csapadékok akár fagyott talajra, és ez teljesen egyértelmű, hogy ez el is folyik, belefolynak a csatornákba, a csatornák beleviszik a gyűjtőcsatornákba, majd a folyókba, és ezek kiviszik az országból, és gyakorlatilag nem hasznosulnak ezek a vizek. Ez a fajta átalakulás van, ehhez kell valamilyen formában alakítanunk a világot. Még egyszer szerintem víz szempontjából a víz visszatartása lehet a legfontosabb. A víztárolás az a talajainkban a legolcsóbb, ehhez nagyon okszerű mezőgazdasági technológiákat kell választani. Másik oldalról pedig valóban azt meg kell fontolni, hogy milyen növények lesznek azok az adott klimatikus környezetben, főleg, hogyha nem tudunk öntözni, amelyek fogják bírni ezt a nagyon hektikus időjárási viszonyt. Ebben valóban fölmerül az a kérdés, épp a kukoricát vetették, hogy meddig lehet még biztonságosan kukoricát termeszteni ilyen körülmények között. Nyilván fölmerülhetnek alternatív növények, nem mondom, hogy ezeket nem kell kipróbálni, de a legfontosabb szerintem az lenne, hogy tegyünk valamit, hogy próbáljuk meg azt a egyensúlytalanságot visszaállítani egy pozitív irányba, hogy legyen egy ilyen víz. A talajvíznek a szintje jelentős mértékben csökken a környezetünkben. Amíg ez van, ez jelentős problémákat jelent. Ez azt jelenti, hogy ha elkezdene visszatöltődni és elkezdenének normális vízszintek lenni, akkor lehetne talán abban gondolkodni, hogy az általunk megszokott feltételekkel és körülmények között tudjunk élni és gazdálkodni. Egy dolgot több alkalommal is említett, ezt picit tegyük már érthetővé a nézők számára, hogy mit is jelenthet a technológiaváltás. Ugye ezzel kapcsolatban is olvastam olyan szakvéleményt, hogy azt mondták, hogy mi Magyarországon kb. 15-20 évvel ezelőtt leragadtunk egy picit a technológiákat illetően, a világ elhaladt mellettünk, ráadásul a mezőgazdaságban már az is probléma, hogy komoly munkaerőhiány van, tehát ez is nehezíti az ágazat felzárkóztatását, úgymond. Nem vagyunk könnyű helyzetben, és az utóbbi évek azok jelentős mértékben megtépázták egy kicsit a gazda társadalmat is. Én azt gondolom, hogy volt egy bő 10 év, egy nyugodt 10 év, amikor aránylag jó feltételek mellett, jó árak mellett gazdálkodhattunk, és ez talán egy picit el is kényelmesített bennünket. És most ezek az elmúlt időszaknak az ukrán háborúhoz köthető piaci eseményei, a nagy asszály, ami 22-ben volt, és az most egy kicsit úgy azt a fajta biztonságot, amihez hozzá voltunk szokva, az egy kicsit úgy szétcsúszott körülöttünk. És ebben az is benne lehet egyébként, hogy technológiailag is
kell, hogy tudjunk változni. Én egyébként azt gondolom, hogy az általános technológiai színvonal az nem rossz Magyarországon, termelni tudunk. Én inkább itt a piaci biztonságban azt gondolom, hogy az értékesítési vonal az, ami egy kicsit gyengébb, és ebben is jelentőset kellene változtatni. Bár itt is igaz, én most tegnap utaztam Békésbe, és láttam olyan nyári szántást, ahol ekkora rögök vannak. A legnagyobb hiba, amit el lehet követni ilyen időben, hogy ilyen szántásokat teszünk. Ezek olyan hibák, amelyek szakmai hibák, meglátásom szerint, és na, ilyeneket nem lenne szabad. És összességében egyébként szerintem sokat haladtunk abba az irányba, hogy megjelentek azok a technológiák, ahol már sokkal jobban oda figyelünk arra, hogy a talajban lévő életközösségnek mi hasznos, hiszen ez azt gondolom, hogy ez egy alapvető váltás egyébként a korábbi nagyüzemi gazdálkodáshoz képest, ahol tulajdonképpen nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy mi zajlik, milyen folyamatok zajlanak a talajba, műtrágyával, növényvédőszerrel, az volt a mondás, hogy mindent lehet pótolni. Én azt gondolom, hogy az az irány, ami elkezdett arra figyelni, hogy tulajdonképpen a talaj ez egy élő közeg, az szerintem egy nagyon jó irány. Itt is vannak azért vadhajtások, de én azt gondolom, hogy ebbe az irányba megyünk, és megpróbáljuk ezt egy élő közösségként tekinteni a talajra, és ezekben a folyamatokban segíteni nekik, és gyakorlatilag ebben a technológiákat így kialakítani, akkor szerintem jó irányba haladunk, és ennek egészen biztosan meg lesznek az eredményei is. Ugye itt már beszéltünk a megoldási javaslatokról, most visszatérnék az eredeti problémára, és mondjuk, ha azt kérdezem, hogy menthető-e még az idei helyzet azzal, ha jönnek komolyabb esők, az arra mi a válasz? Vagy most már tényleg ott tartunk, hogy visszafordíthatatlan károsodás van a legtöbb helyen? Szerintem alapvetően ezt már most nem lehet helyrehozni. Illetve mivel maga az egész vármegyei helyzet nem egy homogén állapot, én azt mondanám, hogy ahol már felsült a kukorica, és gyakorlatilag teljesen fehér a levele, az külső, vagy teljesen el van száradva, és a cső már lefordult, ott már gyakorlatilag nem tud egy nagyobb csapadék sem jelentős változást elérni. Ott, ahol szenved a növény, és megérkezik a csapadék, ott azt gondolom, hogy ott még van remény. Ahol meg öntözött területekről beszélünk, ott meg azt tudom mondani, hogy napokban is nyilván az ember saját gazdasága körül és vagy a saját környezetében is járva, ott tulajdonképpen én azt gondolom, hogy rekordtermések nem lesznek az idén, de normális termések várhatók. Ott, ahol egyébként öntözéses gazdálkodásra be vannak rendezkedve a gazdaságok, egyre többen élnek ezzel egyébként, és én azt gondolom, hogy ebben is egy komoly technológiai változás van. Nagyon komoly öntözési fejlesztéseket látok a megyében és a saját környezetemben is. Én azt gondolom, hogy reagálnak a gazdák. Ezek nagyon drága és hosszú távon megtérülő beruházások, de azt gondolom, nagyon, aki hosszú távon gondolkodik, nagyon más lehetősége nincsen. Na hát köszönjük szépen, elnök úr, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma az közügy. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.